A duális képzés azért jobb egy normál alap vagy mesterszaknál, mert a hallgatónak egyértelműen adódik a lehetőség, hogy belelásson egy nagy vállalat, most így a jelen esetben a MOL-nak az életébe. Effektív tudsz gyakorlatot szerezni, hiszen az utolsó évben már tényleg a szakmával foglalkozol a diplomadolgozatod keretében is. Amivel többet ad, az, hogy láthatsz egy üzemet, láthatod, hogy hogy működik. Ha ebben szeretnél foglalkozni, akkor szerintem ennél jobb lehetőség nincs. Ahhoz úgy kerültem, hogy az egyetemi tanulmányok során mind alap, mind mesterképzés folyamán a szakmai gyakorlatot itt a MOL Danube finomítóba csináltam, az alarmmenedzsment, illetve a műszaknaplónak az ellenőrzése, riportálása, karbantartása, egyre több operatív feladat felvétele volt így a munkám része. A duális képzés keretében 2 évet töltöttem a MOL-nál, ahol megismertem a különböző üzemeket, folyamatokat, technológiákat. 2020. februárjában itt kaptam egy pozíciót a laborban. A késztermékeket, valamint az üzemközi termékeket ellenőrizzük, minősítjük. 2019. február óta vagyok boldog munkavállalója a reformáló és hidrogéngyártásnak. Hát a pozíció maga az a termelés szakmérnök, jelenleg az üzemeltetésben dolgozom. Lényege a munkámnak az leginkább a risk management, a fejlesztések, illetve a napi üzemeltetési feladatoknak még inkább a tanulása. Így országos szinten szerintem ez egy jó választás.